Az a megtisztelő felkérésért, hogy a gyógyszerhatóanyag fejlesztésről, generikus gyógyszerhatóanyag fejlesztésről tartsak egy előadást, úgyhogy ebbe próbálok itt ma betekintést nyújtani önöknek, és remélem, hogy felkelteni az érdeklődésüket ez iránt, a terület iránt. Kezdjük mindjárt egy definícióval, mi a gyógyszer, bár ez trivialitásnak tűnik, azt gondolom, hogy mégsem az. A gyógyszer hatóanyagokból, egy vagy több hatóanyagból, amelyek a magáért a hatásért felelősek, illetőleg segédanyagokból álló több komponensű rendszer. A hatóanyag maga lehet szintetikus vagy természetes eredetű. Itt feltüntettem a bevett magyar, illetve angol megfelelőket. Ez a drug substance, én ezt a elnevezést, illetve ezt a rövidítést fogom az előadás későbbi részében, ezt a DS rövidítést használni. Mint látható, én egy fehér port tettem ide, nem véletlenül, a gyógyszerhatóanyagok nagy része fehér por, és hát bármennyire is kiábrándító ez, szemben ugye az amerikai filmeknek a kábítószer zuglaborokról szóló részeivel szemben, ahol jellemzően színes folyadékok szoktak keveredni. Én magam ugyan nem jártam kábítószer előállító laborban, és nem is tervezek ilyesmit, de a szent meggyőződésem, hogy általában nem lila és nem kék folyadékok vannak ott sem. Ennek megfelelően a gyógyszergyárakban is a hatóanyagok többsége fehér, és ennek megfelelően az oldatoknak a többsége is szintelen, vagy legalábbis szintelenhez közeli. És hát valójában maga a gyógyszer az nem a hatóanyag, hanem a belőle készült készítmény, gyógyszerkészítmény, amelyet drug product néven, DP rövidítéssel szoktunk használni. És ez azért fontos, mert sosem a gyógyszerhatóanyag kerül ugye az emberi testbe, az emberi szervezetbe, abban a formában nem tudná kifejteni a hatását, illetőleg kontrollálatlan lenne a hatás, amelyet kifejt, hanem ez a gyógyszerkészítmény az, amely a megfelelő segédanyagokkal, a megfelelő kioldódást biztosítva végül az emberi szervezetbe kerül. Szeretném a előadásom címébe szerepelt ugye az a kifejezés, hogy generikus gyógyszerfejlesztés, ez talán nem annyira triviális, hogy mit jelent a generikus gyógyszerfejlesztés, miben különbözik az originális gyógyszerfejlesztéstől, ennek szeretnék néhány diát áldozni. Az originális gyógyszerfejlesztés, vagy más néven innovatív gyógyszerfejlesztés egy rettentő idő és rettentő költségigényes folyamat. Kezdődik azzal, hogy olyan molekulákat állítanak elő a vegyészek, amelyekről azt gondolják, hogy hatásos lehet egy adott terápiának, egy adott betegségnek a kezelésére. Ezeket aztán, tehát ez a folyamat, ezeket aztán különböző úgynevezett in vitro, tehát receptorkötődési kísérleteknek vetik alá, illetőleg állatmodellekben tesztelik, jellemzően egereken és patkányokon szoktak kezdődni ezek a tesztek. És amennyiben ezek sikeresnek bizonyulnak, a molekula tovább jut humán kipróbálásra, úgynevezett fázis 1, fázis 2, fázis 3 vizsgálatokra. Fázis 1 vizsgálatokban egészséges önkéntesek bevonásával, a fázis 2-3 vizsgálatok során már betegeken tesztelik ezeket a gyógyszereket. És összességében azt lehet látni, ez szimbolizálja az ábrának ez a része, hogy nagyjából 10.000 molekulából egy jut el odáig, 10.000 kipróbált molekulából, hogy elfogadott gyógyszer lesz. És nagyjából azt lehet mondani, hogy egy évben mondjuk az amerikai gyógyszerhatóság nagyságrendileg 30 gyógyszert fogad el, annak ellenére, hogy több, hát illetve ebből az ábrából tulajdonképpen következik is, hogy ez több százezer, adott esetben több millió molekulának a kipróbálására van szükség. És hát nem utolsó sorban itt van egy szintén nem elhanyagolható szám, hogy egy ilyen gyógyszernek a kifejlesztése, meg költsége meghaladja az 1 millió, ez az 1 milliárd eurót, tehát a 300 milliárd forintot. Úgyhogy ez az egyik oka annak, hogy az innovatív gyógyszerek drágák, mert ennek az egy sikerrel végigért molekulának, illetve az abból származó bevételnek kell fedeznie mind a 10.000 molekulának a tesztelési, vizsgálati költségeit, illetve hát leginkább annak az egy molekulának a teljes vizsgálatát, ami, mint látható, akár 10 évig is eltarthat. Ez tehát az originális, innovatív gyógyszerfejlesztés. Ehhez képest van a generikus gyógyszerek, olyan gyógyszerek, amelyeknek a hatóanyaga ugyanaz, mint az originális vagy innovatív készítménynek, és az innovatív készítmény védettségének, alapvetően itt szabadalmi védettségre gondolok, erről még fogok kicsit részletesebben beszélni, a védettség lejárta után, szabadalom lejárta után hozhatók forgalomba. Tehát ugyanaz a kémiai szerkezet,
Kivétel ez alól a só és a polimor forma. Megpróbáltam a diklofenákot felhozni példaként, és mondani fogok olyan készítményneveket, amelyek nagyjából mindenki számára ismerősek, azt gondolom. A diklofenák ugye bár egy nem szteroid fájdalomcsökkentő gyulladásgátló gyógyszer. Ez a diklak és a voltaren készítményekben nátriumsó formájában, a kataflám készítményben káliumsó formájában, a flektorban pedig epolaminsó formájában van benne. Tehát az aktív molekula ugyanaz mind a háromban, de különböző sóformák vannak az egyes készítményekben. A különböző sóformák választásának oka lehet szabadalmi is, ezt demonstrálni fogom egy-két példán, hogy ez milyen motivációja lehet egy gyógyszergyárnak, hogy más sót állítson elő, illetőleg más sók másképp oldódnak, másképp szívódnak fel az emberi szervezetben, tehát ilyen szempontból is lehet egy kicsit játszani a hatással. A generikus gyógyszer dózisa azonos az originátoréval, és a gyógyszer formája is jellemzően azonos az originátoréval. Kis eltérések lehetnek, itt ezzel az ábrával azt próbáltam szimbolizálni, hogy ha az originális gyógyszer mondjuk tabletta, ez ugye jelen esetben egy fehér tabletta, a generikus cégek, hogyha valamilyen szempontból ezt előnyösebbnek gondolják, filmbe vont tablettát, úgynevezett filmtablettát is használhatnak helyette saját készítményükbe, avagy kapszulává átfejleszthetik. Ez nem számít olyan markáns különbségnek, ami miatt a gyógyszernek az alapvető jellegzetességei megváltoznának. De azt, hogy a generikus cég által előállított kopi, vagy másolat gyógyszer meg azonos hatású, azonos biztonságosságú az originátor cégnek a gyógyszerével, azt úgynevezett bioekvivalencia vizsgálatokkal, embereken végzett vizsgálatokkal kell igazolni. Erről is egy kicsit részletesebben fogok beszélni. Tehát az originátor innovatív cég, innovatív gyógyszer egy hatalmas innováció, 10 év, 300 milliárd forint, ehhez képest egy generikusnak, a generikus gyógyszernek a kifejlesztése, adott esetben 3-4 év is elegendő hozzá, és a fejlesztési költség is mondjuk két nagyságrenddel alacsonyabb. Az originátor cég a szabadalom lejáratáig úgynevezett alapszabadalommal védi magát a gyógyszert, és ez alatt tulajdonképpen monopóljogokat élvez, tehát senki más nem léphet piacra, és ez az időszak szolgál arra, hogy jöjjön a pénz, ugye? Tehát ez alatt az időszak alatt kell iszonyatos módon megszednie magát az originátor cégnek, mert abban a pillanatban, amikor lejár az alapszabadalom, akkor az árának a töredékéért fognak a generikus cégek, fogják ugyanazt a készítményt kínálni, és lényegesen alacsonyabb áron lehet onnantól kezdve forgalmazni a piacon. De mi tulajdonképpen a generikus gyógyszerfejlesztésnek a célja? Az, hogy ugyanolyan jó minőségű, tehát az originátor termékkel megegyező minőségű terméket biztosítson a betegek számára, széles tömegek számára elérhető áron, ami ugye a betegek számára, meg a társadalom biztosítása, a gyógyszerkassa számára, tehát az egyes kormányok finanszírozása számára is egy nagyon fontos szempont, hogy a szabadalom lejárat után töredék áron versenyeznek egymással a cégek, és ezáltal egyre lejjebb nyomják az áraikat. Tehát a szabadalom lejárat pillanatában egy verseny indul a generikus cégek között. Hát ha ennyi résztvevője nincs is, mint amit ez az ábra mutat, de egy nagyforgalmú gyógyszer esetében simán előfordulhat, hogy a szabadalom lejárat másnapján 30 cég jelenik meg mondjuk egy adott piacon azzal a készítménnyel, egymással versengő árakkal. Tehát nem elvitatva azt, hogy a originális innovatív gyógyszerfejlesztés egy sokkal magasabb innovációs szintet képviselő tevékenység. Arra próbálok az előadásban rávilágítani, hogy a generikus gyógyszerfejlesztés is igen sok innovációt rejt magában, illetőleg igen sok kreativitást igényel. Néhány iparjogvédelmi alapfogalmat szeretnék tisztázni, amelyek szükségesek úgy gondolom az előadás megértéséhez. Alapszabadalom. Erről már ejtettem szót. Az alapszabadalom, amelyet az originátor cég jelent be, alapvetően egy hatóanyagot, a hatóanyag előállítását, az ezt tartalmazó gyógyszerkészítményeket, illetve a hatóanyag gyógyászati alkalmazását védik. Ez széles oltalmi kör és általában megkerülhetetlen monopóliumot jelent. Az originátor cég emellett próbálkozik további védelmet biztosítani a terméke számára másodlagos szabadalmakkal, amelyek vonatkozhatnak kémiai eljárásra, tehát különböző szintézis utakra, só polimorf módosulatokra,
polimorf az különböző kristályos módosulatait jelenti egy adott hatóanyagnak, egy kicsit részletesebben majd erre is visszatérek. A közti termékekre, a szintézis út közti termékeire, illetőleg gyógyszerformulációkra is. Ez lényegesen korlátozottabb oldalmi kört jelent, mint az alapszabadalom. Ezeket jellemzően ilyen-olyan innovációkkal, ezeket a szabadalmakat meg lehet kerülni, sőt azt mondom, hogy a generikus cégeknek tulajdonképpen kötelességük, szakmai kötelességük ezeket a szabadalmakat megkerülni, mert ha ezeket a szabadalmakat nem tudják megkerülni, akkor még sokkal későbbi időpontban tudnak csak piacra lépni, amikor már más cégek, akik sikeresen kerülték ezeket a másodlagos szabadalmakat, már piacon vannak, és ezáltal a későn érkezőnek hatalmas versenyhátránya lesz már. Egy példa, Delafloxacin egy kinolon típusú antibiotikum, amelynél az alapszabadalom lejárat a 2016. szeptember, tehát néhány hónappal ezelőtt járt le. Erre bizonyos feltételek mellett, ezeket itt nem részletezem, lehet hosszabbítást kapni, mindesetre 2021-ig tart az originátor cégnek a védelme magára a delafloxacinra, de ők a delafloxacint nem ebben a natív formában, hanem a meglumínsó formájában hozták forgalomba, és a meglumínsóra bejelentettek egy másik szabadalmat, amely később 2025-ben jár le. Tehát ez az a szituáció, amikor a generikus cégeknek, akik minél hamarabb piacra akarnak lépni delafloxacinnal, nyilvánvalóan nem a meglumínsóval kell piacra lépniük, mert akkor 2025-ig kell malmozniuk és várniuk, hanem valamilyen módon egy más sóval meg kell kerülniük ezt a szabadalmat, és akkor 2021. szeptember 21-én piacon lehetnek. Ez az ábra nem arra szolgál, hogy a kémiáján végigmenjünk, illetőleg azzal is tisztában vagyok, hogy nem láthatók maguk a képletek. A lényege, amit demonstrálni akartam, mindössze annyi, hogy ez a kanagliflozin nevű cukorbetegség ellenes szer. Erre abban a pillanatban, amikor ennek a szabadalmi vizsgálata elkészült, ennyi különböző szintézis útja volt ismert a szabadalmi irodalomból. Tehát ezeket a szabadalmi bejelentéseket kell annak figyelembe vennie, aki nekiáll a kanagliflozin szintézisének, és azt figyelembe vennie, hogy ezek mind későbbi lejáratot biztosítanak, védelmet, tovább hosszabb védelmet biztosítanak a molekula számára, mint az alapszabadalom maga. Tehát ezek között kell valahogy olyan kerülő utat találni, egy újabbat, amely mégis lehetővé teszi a kanagliflozin előállítását, de nem esik ezekbe a védett, ezeknek a szabadalmaknak az oltalmi körébe. Tehát ez a kémiai szakmai kihívás mondjuk egy generikus gyógyszerfejlesztésben. Tehát lényegében az alapszabadalommal, illetve a másodlagos szabadalmakkal az originátor a termékét tehát körbe akarja bástyázni. Lényegében egy originátor cég jellemzően 6-8-10 szabadalmi bejelentéssel, szabadalommal védi a termékét. Ezek ugye lehetnek az eljárásra vonatkozó, kémiai eljárásra vonatkozó bejelentések, sókra, polimorfokra, gyógyszertechnológiai lépésekre vonatkozó szabadalmi bejelentések, hatóanyag szemcse méretére, hogy mekkorák benne az egyes szemcsék, illetőleg az indikációkra is. Erre egy példát hoznék föl. Mirabegron egy olyan molekula, olyan gyógyszer, amelyet cukorbetegség kezelésére fejlesztett ki az originátor cég. Ebben az indikációban hatástalannak bizonyult, legalábbis nem volt kellően jó ahhoz, hogy piacra léphessenek vele. Kiderült azonban a vizsgálatok során, hogy a hiperaktív hólyag szindrómában, tehát túlzottan gyakori vizelési ingerben szenvedő betegek számára, ez egy igen hatásos gyógyszer, tehát a Mirabegron végül egy-két évvel ezelőtt hiperaktív hólyagszindróma indikációban került forgalomba, és erre értelemszerűen az originátor azt az ittszert nem hagyta ki, hogy erre az indikációra, a valós indikációra egy jóval későbbi szabadalmat jelentsen be. Na most, hogy az alapfogalmakat tisztáztuk, mi a gyógyszer, mi a originális és a generikus közti különbség, illetve az iparjogilag is azt gondolom, hogy a szükséges megértéshez szükséges fogalmak elhangzottak. Bemutatnám a generikus gyógyszerfejlesztés folyamatát. Az első kérdés az, hogy milyen projektet indítson egy cég. Hogyha megtörtént a projekt kiválasztása, akkor a következő feladat a gyógyszerhatóanyagnak a technológiai és analitikai fejlesztése, amely kezdődik egy laborszakasszal, só és polimorf választással, aztán utána méretnövelésre kerül az eljárás kilolaborban, majd tovább kerül még további méretnövelése félüzembe, illetve üzembe.
Ezután követ, vagy ezzel lényegében párhuzamosan, de a félüzemi részhez kapcsolódik leginkább a kristályosítási kísérletek. Ezekről is fogok részletesebben beszélni, és mindezt a folyamatot végigkíséri az analitikai fejlesztés. Ezekre fogok részletesebben kitérni az előadásomban, lévén, hogy ennek a területnek az irányításáért vagyok én felelős az egész gyógyszergyárban, de a teljesség kedvéért a következő lépéseket is egy-egy díja, egy-két díja erejéig részletezni fogom. Az így készült hatóanyagból a gyógyszerkészítmény technológiai és analitikai fejlesztése, tehát ahogy a fehér porból tabletta, filmtabletta, drazsé, injekció, infúzió, kúp lesz. Majd a bioekvivalencia vizsgálat, ahol bebizonyítjuk, hogy a generikus termék egyenértékű az originátornak a termékével, a törzskönyvezés, ahol az egész fejlesztési folyamatot leírjuk, benyújtjuk a hatóságnak és a hatósággal elfogadtatjuk, és hát erre nem fogok kitérni, de azért ne felejtsük el, hogy bármennyire is csúnyán hangzik ez, azért ez a lényeg, ugye, mert a gyógyszergyárak nem alapvetően nem jótékonyságból élnek, bár a közvélemény bizonyos esetekben ezt várja el tőlük, hanem ebben a fázisban nyerik vissza azt a pénzt, amennyibe a korábbi fázisok kerültek. Ideális esetben többet. Az első lépés, milyen projektet indítsunk. Nagyon fontos szempont, ugye egy generikus cég azt nézi meg, hogy az originális készítmény, amely jellemzően a projektindítás pillanatában még szabadalmi védettség alatt áll, hiszen ugye a maga fejlesztés eltarthat 4-5-6 évig, tehát akkor érdemes magát a generikus cégnél a fejlesztést az alapszabadalom lejárat előtt 4-5-6 évvel elkezdeni. Tehát azt nézzük meg, hogy milyen kereskedelmi potenciállal bír az originális készítmény, milyen piacokon tudhatnánk mi, ugye hát jelen esetben az Aegis ezt forgalomba hozni, milyen kompetitor készítmények vannak? Azért a molekulák többsége, a gyógyszerek többsége nem egyedülálló a saját terápiás területén. Vannak más vérnyomáscsökkentők, vannak más cukorbetegség ellenszerek. Azt azért fontos látni, hogy attól, hogy egy új molekulát elfogad, a hatóság nem biztos, hogy az alapvetően jobb, mint a korábbiak. Tehát azért jó szakmai megérzéssel, illetve szakmai becsléssel azért különbséget kell tenni a potenciális úgynevezett blockbuster gyógyszerek, amelyek hatalmas pénzt hoznak, és a me too, ez a, ugye nekem is a me too végül csak ennyit jelent, hogy ilyen másolat molekulák, amilyenből már 12 van a piacon, és egy 13-at kifejleszt egy originátor cég, akkor arra nem biztos, hogy érdemes rávetni magát egy generikus cégnek, mert az nem lesz akkora piaci siker. Meg kell vizsgálni a versenytársaknak a fejlesztési, kereskedelmi tevékenységét, amit ebből publikusan látni lehet, tudni lehet. Nagyon fontos szempont, hogy az a fejlesztés bármennyire is vonzónak tűnik a gyógyszergyár számára, illeszkedik-e az adott gyógyszergyárnak a tudásába, eszközparkjába. Tehát bármennyire is izgalmas mondjuk egy tapasz, és kereskedelmileg vonzó lehet, mondjuk jelen esetben az egész gyógyszergyár speciál nem tud, nincs meg az infrastruktúrája hozzá, hogy tapaszokat fejleszten, tehát azokat mi elengedjük, ezeket az ötleteket. De nyilván más cégeknél is vannak ilyen limitációk, hogy mi az, amihez nem tudnak szellemi kapacitást vagy gépparkot hozzárendelni. Fontos a szabadalmi helyzet elemzése. Érdemes azt megnézni, hogy tud-e valami hozzáadott értéket teremteni a generikus gyógyszergyár, tehát például napi kétszeri, háromszori adagolású készítmény helyett napi egyszeri adagolásút kifejleszteni, ami vonzóbbá teszi az orvosok, illetve a betegek számára. Tehát ilyen esetben már nem is teljesen másolatról, hanem némi hozzáadott értéket képviselő szerről van szó. És hát elemezni kell, hogy a fejlesztési kapacitásokból mennyit kötez le humán erőforrás tekintetében mennyi lesz a fejlesztési idő, mennyi lesz a fejlesztési költség, megtérül-e igazából az egész fejlesztés, mert végső soron ez a lényeg. És akkor, ha elindítottuk a projektet, akkor jön a gyógyszer hatóanyag technológiai és analitikai fejlesztése, és ugye a mai előadásnak alapvetően ez a célja, hogy a gyógyszer hatóanyag fejlesztésről némileg alaposabb fejlesztésben némileg alaposabb betekintést nyújtsak. Kezdődik az egész laboratóriumi fejlesztéssel. Ennek egy fontos eleme a só és polimorf forma kiválasztása. Aztán a teljes szintézis út kidolgozása. Hát gyakorlatilag egy gyógyszermolekulának, ami alapvetően, ha nem annyira egyszerű, mondjuk, mint az aspirin, acetil, szalicilsav,
hanem egy ilyen közepesen bonyolult, mondjuk 100 atomos gyógyszermolekula, annak elég sokféle szintézis útja van elvileg. Ezek közül kell azt kiválasztani, amelyik racionális, gazdaságilag kivitelezhető, megtérülőnek látszik, és a versenytársakkal összevetve is vélhetően versenyképes. Nem csak gazdasági racionalitás, hanem szabadalmi elemzés szempontjából is természetesen fontos megvizsgálni ezeket a szintézis út lehetőségeket. Olyan eljárásra van szükség, amelynek a egyes lépései jóhozamúak, méretnövelhetőek, nincsenek bennük felesleges műveleti lépések, nem használ tiltott oldószereket, tehát lehet nagyszerű reakciókat végrehajtani benzolba, szén-tetrakloridba, csak ezek a gyógyszer, vagy ezek az oldószerek tiltottak a gyógyszeriparban, tehát igazából nincs is értelme ezekben bármilyen reakciót feltenni. Fontos a higítás abból a szempontból, hogy ne iszonyatos mennyiségű volumeneket kelljen relatíve kevés anyag miatt megmozgatni. A laborfejlesztésben lényegében akkor szoktuk lezárni, amikor három párhuzamos lépés, a teljes szintézis út minden egyes lépése három párhuzamosan reakcióban kivitelezve hibahatáron belül ugyanazt az eredményt adja. Nagyjából 15-20 g-os sarzsméret, tehát egy lombikból a végén 15-20 g gyógyszerhatóanyag álljon elő. Ezt tekintjük mi az égiszben laborszínnek. A fejlesztés során azonosítani kell a gyógyszermolekulának a jellemző szennyezőit. Majd fogok ábrát mutatni arról, hogy mit értünk szennyezők alatt, de a lényeg az, hogy ezt hatósági előírások nagyon szigorúan specifikálják, hogy mennyi lehet az egyes szennyezőkből a gyógyszerhatóanyagban. Megfelelő analitikai módszerek kellenek minden közti termékre, illetve magára a hatóanyagra. És stresszteszteket, gyorsított stabilitásvizsgálatokat kell indítani a hatóanyagból. Ezek olyan vizsgálatok, amelyek során a normálisnál magasabb hőmérsékleten, tehát mondjuk az itt jelenlévőnél magasabb hőmérsékleten és az itt jelenlévőnél magasabb páratartalom mellett hosszú hónapokon keresztül, éveken keresztül tároljuk a hatóanyagot. Ezzel gyakorlatilag előre vetítjük, hogy milyen bomlási folyamatok indulhatnak el a hatóanyagban. És a végén a teljes laborfejlesztési munkát egy úgynevezett laborelőiratban, laborelőirat nevű dokumentumban foglaljuk össze. Ugye ez a szintézis ábra már egyszer szerepelt, itt például a szintézis út választás kapcsán a témafelelős kolléga a irodalmi utak elemzése alapján papíron is, végignézve már papíron is valószínűsítette, hogy ez a leginkább racionális szintézis út. Tehát például ebben a projektben ementén a szintézis út mentén indultunk el. Annak ellenére, hogy nem feltétlenül ez a legrövidebb, itt látszólag vannak olyanok, amelyek kevesebb lépésből állnak, de azokat más paraméterek miatt kémiailag méretnövelés tekintetében nem kivitelezhető, túl drága reagánst használ, tehát ezek közül a szempontok közül valamelyik miatt eleve kizárta, és emellett tette le a voksát. Ez tehát a szintézis út választás. Sópolimorf választás. Ugye vannak savas, vannak bázikus karakterű gyógyszerhatóanyagok. Vannak egyébként olyanok is, amelyek semlegesek, tehát sem savas, sem bázikus funkciós csoportot nem tartalmaznak. Azoknak az esetében ez a sóválasztás kérdése nem merül föl. Bázikus hatóanyagok esetén savval, savas hatóanyagok esetén, amilyen a diklofenák is volt, bázissal lehet különböző sókat képezni. Polimorfia, ez ugye az a jelenség, amikor egy hatóanyagnak, nem feltétlenül egy gyógyszerhatóanyagnak, egy kémiai anyagnak különböző kristályos módosulatai vannak. Ez is egy fontos szempont, különböző kristályos módosulatoknak különböző lehet az oldhatósága, kioldódása, tehát az sem mindegy, hogy milyen polimorfiájú hatóanyagot választ egy gyógyszergyár fejlesztése. Az originátornak milyen motivációi lehetnek arra, hogy különböző sókat képezzen a hatóanyagaiból? Például nem ritka eset, hogy maga a natív forma nem szilárd, hanem olaj, előnytelen fizikai tulajdonságokkal rendelkezik, például víz, nedvességszívó, higroszkópos, tehát ebben az esetben a sóképzés segíthet egy alkalmasabb forma előállításában. Előfordulhat, hogy a bázis vagy sav, tehát a natív forma nem stabilis kémiailag, vagy polimorfia, vagy morfológiailag, tehát átalakul másik kristályos módosulattá, vagy rosszul tisztítható.
Azok a szempontok, amelyek vezérelhetnek minket a új sóforma kiválasztásában, tehát kémiai morfológiai stabilitás, jó hozammal történő előállíthatóság, alacsony vízfelvételi képesség, megfelelő kristályhabitus, az sem mindegy, hogy egy hatóanyag hosszú tűzkristályokban kristályosodik, azt a gyógyszertechnológusok nagyon nem szeretik, nehéz tablettázni. Ők azt szeretik, hogyha minden kocka alakú lenne, vagy gömb alakú, hát mondjuk ha ez így ebben a formában nem is sikerül, de a tűket legalábbis zömíteni kell hasábokká. És itt is különböző sóformák, különböző polimorformák különbözőképpen viselkedhetnek. Tehát ezek már az originátornál is fontos szempontok, és a generikus fejlesztés során, hogyha kerülő só, kerülő polimorformát fejlesztünk ki, akkor az is fontos, hogy az originális formáihoz hasonló legyen az oldhatóság. Tehát, hogyha mondjuk egy karbonsavból az ember nátriumsót képez, akkor adott esetben az oldhatóságát megnövelheti 3 nagyságrenddel, ami egyfelől remek dolog, másfelől viszont erősen megkérdőjelezi, hogy a nátriumsóból készült készítmény mondjuk tud-e hasonlóan viselkedni a savból készült készítménnyel, véletlenül nem fog a 3 nagyságrendes oldhatóság különbség miatt hasonlóan viselkedni, tehát itt törekedni kell a hasonló oldhatóság elérésére, és amit már sokszor hangsúlyoztam, de nem győzök elégszer hangsúlyozni, szabadalmi szempontból is fontos, hogy milyen sót, polimorfot választunk. Polimorfiáról néhány dia, ugye a görög kifejezés a polimorf több alakúságot jelent. Szilárd anyagoknak azon sajátossága, hogy különböző kristályszerkezeti formában tudnak kristályosodni, előfordulni. Elemek esetében ezt allotrópiának hívják. Tudjuk ugye a szénnél a grafit, gyémánt klasszikus példa. Vegyületek esetében, ami a vegyületek esetében allotrópia néven fut, vegyületek esetében polimorfia. Ez az ábra, ez egy nyilván sematikus ábra szimbolizálja, hogy ugyannak a vegyületnek így nézhetnek ki a különböző polimorf módosulatai. Vannak természetesen analitikai technikák, amelyek alkalmasak arra, hogy a különböző polimorfok között hatásosan, hatékonyan különbséget tudjunk tenni. A tamoxifen citrátot hoztam föl példaként, ez egy emlődaganat ellenes szer. A formá módosulata, ez mutatja a felső görbe, a form B, egy másik polimorf módosulat, ez mutatja az alatta levő, ez pedig két szolvát, tehát amikor metanollal vagy etanol molekulákkal kristályosodik ki. Jól látható, hogy az analitikai technika, ami jelen esetben porröngen diffrakció, képes különbséget tenni a különböző módosulatok között. Egy sokkal érdekesebb polimorfia, legalábbis hát közérdeklődése nyilván sokkal nagyobb számot tart, a csokoládénak, a kakaóvajnak a polimorfiája. A kakaóvajnak 6 polimorf módosulata ismert, attól függően, hogy milyen módon, milyen sebességgel kristályosítjuk ki. Ebből az 5-ös az a polimorf módosulat, amely a számunkra vonzó csokoládét eredményezi, tehát a csillogó barna csokoládét. Némileg pech, hogy nem az 5-ös a termodinamikailag legstabilisabb módosulat, hanem a 6-os. Ennek következménye az, hogy a csokoládét hosszú ideig tárol az ember, és hát ez nyilván mindenki számára ismert, akkor egy kémiailag stabilisabb, de hogy mondjam, külalak szempontjából kevésbé vonzó módosulattá fog alakulni, ez tehát a 6-os módosulatú kakaóvaj megjelenése a csokoládéban. Ugye gyógyszertechnológiai szempontból nem éppen a kakaóvajnak a polimorfiája az, ami minket leginkább foglalkoztat, hanem az, hogy a különböző módosulatok különböző spektroszkópiai és diffrakciós jellemzőkkel rendelkeznek, tehát ahogy már a tamoxifen citrát példáján bemutattam, különbséget lehet közöttük tenni, nem csak ebben, ezekben a tulajdonságokban, hanem termoanalitikai tulajdonságaikban is különböznek, tehát olvadáspontjukban például. Más a kristályhabitusuk, mint mondtam, más lehet a jellemző szemcseméretük, oldhatóságuk, kioldódási sebességük. És hát ami mindebből következik, hogy egyrészt hatóanyag szinten eltérő feldolgozhatóságot eredményeznek a különböző polimorfok, másrészt a polimorfiának erőteljes befolyása van a készítmény teljesítmény jellemzőire, tehát magának a gyógyszernek a biohasznosulására. Polimorfiáról érdekességképpen egy esettanulmány, hogy ez mennyire fontos gazdasági szempontból is. A ritonavir nevű vírusellenes
szert, az originátor cég, az Abbott forgalomba hozta, méghozzá Form 1 polimorf módosulat formájában, 240 sarzsot, üzemi sarzsot problémamentesen legyártottak, nyilván hatalmas pénzt kaszíroztak belőle, míg nem, 1998-ban az egyik gyártás során a Form 1 módosulat helyett egy másik polimorf módosulat, a Form 2 jelent meg. Ami, mint kiderült, termodinamikailag stabilisabb, mint a Form 1, ami a gyakorlatban azt jelenti, és ezzel minden gyógyszergyár szembesül, ha egyszer megjelenik a termodinamikailag stabil forma, akkor azt onnan már nem lehet eltüntetni, az minden egyes alkalommal, mint oltókristály be fogja oltani a másikat, és átalakítja a Form 1-et Form 2-vé. Következésképpen ettől a ponttól kezdve az a gyógyszergyár egyrészt nem fog tudni Form 1-et gyártani, emiatt a stabilitás különbség miatt, másrészt pedig, mivel az összes vizsgálata, amelyet elvégzett a gyógyszerfejlesztés során a Form 1-re vonatkozott, nem is gyárthatna Form 2-t, tehát nem hozhatna forgalomba Form 2-t, nem mondhatja azt, hogy mostantól kezdve akkor a Form 2-t fogjuk forgalomba hozni, hanem vissza kellett vonni a terméket a piacról, át kellett fejleszteni az egész terméket, ebből 250 millió dollár bevétel kiesés adódott, ahogy a piacon el nem töltött évekből, illetve több száz millió dollárt költöttek az átfejlesztésre. És mindezt azért, mert a fejlesztés során nem megfelelően végezték el a polimorfia szűrést, tehát nem azonosították a legstabilisabb polimorfot. Ez tehát az a szituáció, amikor eltűnik egy polimorf, jelen esetben a Form 1, amelyet onnantól kezdve már gyakorlatilag nem is lehet abban a laborban, vagy abban a gyártóüzemben továbbiakban termelni, mert hogy soha többet nem lesz, jelenik meg. Ennek egy más ellenpéldája, ha lehet így fogalmazni, bár ennek nincs gyógyszeripari relevanciája, a megjelenő polimorf, a malein sav, amely egy nagyon egyszerű szerves kémiai molekula, ugye több mint 100 éve ismert, senki sem tudta, hogy van egynél több polimorf módosulata, míg nem néhány évvel ezelőtt közölték, hogy 124 év után megjelent, vagy felfedezték a malein savnak egy új polimorf módosulatát. Egyébként egy nagy morfológiai szakember lényegében úgy fogalmazta meg ezt a jelenséget, hogy tulajdonképpen potenciálisan minden egyes molekulának több polimorf módosulata van. Az, hogy tud-e egy cég vagy egy labor többet előállítani, illetőleg mennyit tud előállítani, az csak a befektetett munkántól függ. Tehát minden molekulának több van annál, mint amennyit adott pillanatban ismer egy labor vagy egy gyógyszergyár. Azért az fontos, hogy a legstabilisabbat azonosítsuk, azt fejlesztésre azt választjuk ki, aztán, hogy azon túlmenően a kevésbé stabilis polimorfokból egy van, 10 vagy 50, az mondjuk kevésbé fontos. Ha végigvittük a laborfejlesztést, kiválasztottuk a megfelelő sót polimorfot, akkor kilolaborba, más néven nagy laborba megy tovább az eljárás, tehát míg a laborban nagyjából egy 50 grammot lehet egy sarzsban előállítani nagyságrendileg, addig a kilolaborban már a nevéből is adódóan föl lehet menni 1-2 kilós sarzsméretig. Itt a laborból kapott eljárást kell optimalizálni, minőség, hozam, költség, biztonságosság és további méretnövelhetőség, tehát az üzemi szempontok figyelembevételével. Jellemzően, mondjuk az egész esetében a nagylabor 20 literes készülékeket jelent. A nagylaboros fejlesztés célja azon túlmenően, hogy egy méretési lépcső, az, hogy míg a labor szintből előállított hatóanyag mennyiség az formulációs kísérletekhez lényegében nem elegendő, tehát 50-100 g anyaggal nem sok mindent tud kezdeni egy formulációs szakember, itt már ugye a kilós nagyságrendben előálló hatóanyag már alkalmas készítményformulálási kísérletekhez, illetőleg úgynevezett pilot, tehát kísérleti előzetes bioekvivalencia vizsgálathoz is akár. És a labor, a nagy laborban folytatódik a szennyezés profil, tehát a kémiai szennyezőknek a feltérképezése, esetleg új szennyezők azonosítása. Néhány kép kilolaboros készülékekről, ezek úgynevezett köpenyes üvegreaktorok, 20 liter méretig, párhuzamos reaktorrendszer, ahol
nagyon kis változtatással párhuzamosan egy időben indítva föl lehet rakni 4-6 vagy akár több kísérletet, megvizsgálva, hogy annak a nagyon kis változtatásnak milyen hatása van a reakció lefutására. És hát ez egy speciálisabb készülék, ez egy ilyen háromfalú üvegreaktor, amelyben mínusz 80 fokig le lehet menni olyan reakciókkal, amelyek ezt az alacsony hőmérsékletet igénylik. Nagy labor után következik a középüzem, kísérleti üzem, félüzem néven is szoktuk illetni a kísérleti üzemet. Itt további méretnövelés folyik, az égész esetén 630 literes készülék van a legnagyobb a félüzemben, ezek ugye már nem üvegreaktorok a legnagyobbak, hanem fémreaktorok. És nagyjából 50 kilós sarzs méretig lehet elmenni, tehát egy reakcióból 50 kg hatóanyagot lehet kinyerni. Itt tovább folytatódik a formulációs, tehát a készítmény formulációs kísérleteknek az ellátása, mert bizonyos hatóanyagok esetén, amelyeknek nagyobb a dózisa, tehát ugye tudjuk, rá van írva egy gyógyszernek a dobozára, hogy 1 mg-ot tartalmaz, vagy 100 mg-ot tartalmaz, ez a beteg szempontjából nem tűnik annyira izgalmasnak, de a 100 mg-os készítményhez értelemszerűen 100-szor annyi hatóanyag kell. Tehát egy nagy dózisú készítmény esetében a kilolabor az 1-2 kilóval nem tudja ellátni a készítményfejlesztésnek az igényeit, itt akkor a félüzemi szintről lehet annyi hatóanyagot adni, ami a készítményfejlesztők szempontjából már eléri az inger küszöböt. Félüzemből kereskedelmi célú gyártást is lehet végezni, tehát innen adott esetben, hogyha nem olyan nagy a kereskedelmi, a forgalmi prognózis, akkor félüzemből kerül ki a gyógyszer a patikák polcaira, illetve a betegekhez. Ezen a szinten történik a méretnövelési kockázatok még alaposabb feltérképezése, a technológiai paraméterek végső optimalizálása, és itt már egy nagyon fontos szemponttá válik a hatóanyagnak a szemcse mérete, amely alapvetően befolyásolja belőle készült készítménynek a kioldódását, tehát egy gyógyszerhatóanyagnak a jellemző szemcse mérete lehet 1 mikronos, vagy akár az alatti, lehet 100 mikronos is, 200 mikronos is, de ez nagyban befolyásolja azt, hogy milyen sebességgel oldódik ki majd a készítményből a hatóanyag, erről fogok ábrát mutatni. És hát ezen a szinten már komolyan foglalkozni kell a tűz- és munkavédelmi kockázatokkal, félüzemi szinten nyilván egy 630 literes reaktorban már elég nagy problémák keletkezhetnek, hogyha nem kellően óvatosan közelítjük meg a technológiát, tehát olyan veszélyesebb reagensek, mint a nátriumhidrid vagy a butillítium, hát fogalmazhatunk, hogy elszállhatnak, hogyha az elszáll a reakció, hogyha nincs megfelelően kontrollálva hűtési szempontból, illetve adagolási sebesség szempontjából. És a félüzemi munkának a dokumentációs eredménye egy méretnövelési jelentés. Kísérleti üzemi készülékekre néhány példa, illetve néhány kép, látható, ahogy mondtam, itt már fémreaktorok vannak, nyomásálló reaktorok, és az egészet hát a modernebb gyógyszergyárakban folyamatirányítási rendszerrel egy érintőképernyős panelről lehet vezérelni. Ez ugye 10-20 évvel ezelőtt még ez a része nem létezett, az üzem nagyjából akkor is így nézett ki, csak akkor manuálisan kellett ugye a szelepeket nyitni, zárni, a készülék vagy a reaktor tartalmát leengedni, ez ma már számítógépesen működik. Egy-két ábra a kristályosításról. Miért fontos ez? Azért, mert a gyógyszerhatóanyagoknak a túlnyomó többsége kristályos szilárd állapotban kerül a készítménybe. Tehát itt a cél szilárd halmazállapotú megfelelő tulajdonságokkal rendelkező hatóanyagnak az előállítása, és a kristályosítás során, hát a kristályosításra mondjuk ugye egy klasszikus példa, amelyet azt hiszem, hogy ilyen általános iskolai kísérletek is már, vagy tankönyvek is szoktak javasolni, hogy csináljunk sóoldatot petri csészébe, hagyjuk elpárologni róla a vizet, hagyjuk ki kristályosodni belőle az anyagot. A gyógyszeriparban ugye nem egészen így zajlik, mert ennyi időnk sincsen, hogy hagyjuk elpárologni az oldószert, meg nem is szoktuk szárazra párolni az oldatokat, de annyiban mondjuk hasonló lehet, hogy egy forró oldatnak a lehűtése során ugye túltelítetté válik maga az oldat a hatóanyagra nézve, kiválik belőle a hatóanyag szilárd állapotba, és ez attól függően, hogy milyen keverési sebesség mellett, milyen keverővel, milyen hőmérséklet profillal gyorsan vagy lassan hűtjük le, az is lehet, hogy öklömnyi kis túlzással szemcsékben válik ki a hatóanyag, az is lehet, hogy
méteres szemcseméretben, és ez nagyon nagy különbséget jelent. A szemcseméret eloszlást egy ilyen diagramon szoktuk szemléltetni, ahol a vízszintes tengelyen a mikronban kifejezett, mikrométerben kifejezett szemcseméret van, függőleges tengelyen pedig az a százalék, tehát hogy a teljes mért mennyiségnek hány százaléka mutatja az adott szemcseméretet. Tehát itt látszik, hogy lényegében ez itt 0,5 mikronnál kezd emelkedni ez a görbe, és 100-200 mikronnál ér le nullához nagyjából, és mondjuk azt, hogy ilyen 90 mikron környékén van a maximum, ami azt jelenti, hogy ennek a szemcse halmaznak, ami nyilván nem teljesen homogén, vannak benne kisebb, meg nagyobb szemcsék, lényegében 90 mikron mondjuk a jellemző szemcse mérete. Nem nagyon van benne olyan szemcse, amelyik 200-nál nagyobb lenne, és olyan sem nagyon van, amelyik 0,5-nél kisebb lenne, de mondjuk 0,5 és 200 között bizonyos valószínűséggel előfordulnak benne szemcsék. Egyébként a kristályosításnak az is egy fontos eredménye, hogy porreorológiailag milyen hatóanyagot állítunk elő, hogyan gördül maga a kristály massza, tehát a hosszú tűzkristályok, mint említettem, azok például összegabajodnak, lényegében benne maradnak a tablettázó készülékben, tehát abszolút kezelhetetlennek mondjuk egy gyógyszertechnológus számára. Ebből a szempontból jobbak a kockához vagy gömbhöz hasonlító kristályok. Illetőleg egy fontos szempont még a maradék oldószer tartalom, az is a kristályosítással befolyásolható. Ott az utolsó lépése egy szerves reakciónak mondjuk egy nem annyira egészséges oldószerben van végrehajtva, mondjuk klórbenzolban, hogy mondjak egy viszonylag toxikus oldószert, akkor a kristályosítás is befolyásolja azt, illetve a szemcseméret, hogy hogyan lehet utána a klórbenzolt szárítással eltávolítani a gyógyszer hatóanyagból, és nem mindegy, hogy azt utána 2 órán keresztül kell szárítani 60 fokon, vagy 40 órán keresztül kell szárítani 100 fokon. Ez csak egy, hogy mondjam, példa arra a fajta kristályosításra, amelyet csak a természet tud, a gyógyszergyárak nem, még nem is lenne célunk természetesen ekkora kristályokat növeszteni, de ha akarnánk, se lennénk rá képesek. Ez egy másik lépték. Analitikai fejlesztésről néhány szó. Analitikai fejlesztés a gyógyszerhatóanyag és egyébként a gyógyszerkészítmény technológiai fejlesztés egészét végigkíséri a laborszinttől egészen az üzemi szintig, illetőleg aztán a gyártásig is. Célja, hogy feltárja a hatóanyagnak a minőségi jellemzőit, megállapítja a specifikációt, hogy milyen specifikációnak, milyen limiteknek kell megfelelni az adott hatóanyagnak, és kidolgozza azokat az analitikai módszereket, amelyek ezeknek a paramétereknek a mérésére alkalmasak. És itt megint visszatérnék a szennyezők kérdésére. Milyen szennyezők lehetnek egy gyógyszerhatóanyagban? Lehetnek szintézis eredetű szennyezők, amelyek a kémiai eljárásból jönnek, vagy mint az intermediérek maguk, a közti termékek, amelyeken keresztül halad a gyártóeljárás, vagy melléket a termékek, egyetlen reakció sem 100%-ig szelektív, mindig vannak olyan termékek, amelyeket mi nem szeretnénk, de mégis keletkeznek 10% mennyiségben, 1% mennyiségben, 10% mennyiségben, és ezeket aztán kontrollálni kell, hogy a gyógyszerhatóanyagban csak annyi maradjon belőlük, amennyi megengedett. Vannak bomlástermékek, amelyek a tárolás során napfény, hő, a levegő víztartalma hatására keletkeznek, levegő oxigén tartalma hatására keletkeznek. A maradékoldószerek, a már említett maradékoldószerek is a szennyezők közé tartoznak, illetve nehéz fémek, ha alkalmazunk ugye a kémiai technológiákban katalizátorokat, például katalitikus hidrogénezésnél palládium, platina alapú katalizátorokat, ezek aztán nagyon-nagyon kis mennyiségben maradhatnak csak benne a hatóanyagban. Hogy néz ki egy gyógyszerhatóanyag specifikáció? Itt összefoglaltam 2 dián a legfontosabb szempontokat. Vannak köztük egészen, hogy mondjam, ilyen triviálisak és laikus szemmel könnyen értelmezhetőek, például az, hogy a külső hatóanyag legyen fehér por. Egyébként ez sem annyira egyértelmű, mert hogy a fehérnek, hát mondjuk ez nem titok, meg bizonyos értelemben triviális, a fehérnek különböző skála, vagy hát variánsai léteznek, hogy mennyire fehér az a fehér, és ezt mondjuk a gyógyszeriparban nem bemondásra döntjük el, hogy mi az, ami fehér, hanem egy standard színskálához kell hasonlítani a hatóanyagot, és azon belül megmondani, hogy az a fehér tényleg fehére.
különböző azonosságvizsgálati módszerek, infravörös spektroszkópia, porröntgen diffrakció, hogy a felvett spektrum vagy diffraktogram megfelel a standardnek. Tehát minden egyes sarjnak, minden egyes gyártási sarjnak pont ugyanolyannak kell lenni már ezen a szinten. A fejlesztés során nem, de amikor rutingyártásba kerül, akkor már igen. Oldatszín, ez ugyanolyan, mint a fehér pornak a színe, hogy ott is szintelen oldat, de ezen belül is azért fokozatok vannak. Egyéb szempontok, szulfát hamu, ez nem tűnik egy annyira izgalmas vizsgálatnak, ez konkrétan azt jelenti, hogy izítás után mennyi szervetlen, az ugye a szerves anyagok azok elégnek és eltávoznak széndioxid, kén-dioxid, nitrogénoxidok formájában, a szervetlen anyagok visszamaradnak az izítás során, és jellemzően az az elvárás, hogy 0,1% alatti legyen a visszamaradt mennyiség. Csak egy példát hozok föl, hogy hol lehet ez mégis izgalmas. A saját praxisunkban egy-két évvel ezelőtt Kínából vásároltunk 100 g anyagot fejlesztési célra. Hát így a spektrumok alapján tulajdonképpen rendben volt, de valahogy mégsem mentek vele a reakciók igazán, nem azt hozta, mint amit a témafelelős vegyész elvárt volna, és aztán gondolt egyet, leadta a szulfáthamú vizsgálatra, kiderült, hogy a 100 g anyag, amelyet olyan 1,5-2 millió forintért vettünk, ennek a 37%-a nátriumhidrogén karbonát volt, ami hát ugye viszonylag drága ár, a 1,5-2 millió forint a szódabikarbonáért. Úgyhogy mondjuk ez reklamációhoz vezetett, a kínai cég aztán küldött újabb 100 g anyagot, külön, újabb költségtérítés nélkül, tehát anyagilag végül nem veszítettünk a dolgon, csak néhány hét bizonytalanságot okozott, hogy tulajdonképpen mi is a gond ezzel az anyaggal, és erre jelen esetben egy ilyen viszonylag egyszerű vizsgálat, a szulfáthamú vizsgálat vetett fényt. Tisztaságvizsgálat, ez bizonyos értelemben a legfontosabb vizsgálat, ezt HPLC-s, tehát kromatográfiás módszerrel ellenőrizzük, és az a lényeg, gyógyszerhatóanyagokban a specifikált, tehát az ismert szerkezetű szennyezéseknek 0,15% alatt kell lenniük, a nem specifikált szennyezéseknek, amelyekről nem tudjuk, hogy micsodák, csak a HPLC kromatogramban megjelennek egy csúcs formájában, azoknak meg még alacsonyabb szinten 0,1% alatti szinten kell lenniük. Tehát jellemzően egy gyógyszerhatóanyagnak a tisztasága az 99-99,5%, és mindössze 0,5%-ot tesznek ki ezek a szennyezők. És még egyébként azon belül is vannak az úgynevezett genotoxikus szennyezések, amelyeknél még ez az 0,1% sem megengedett, mert hogy a DNS-ben elváltozásokat okozhatnak, azokra egy külön úgynevezett guideline, tehát egy előírás szerint, egy nemzetközi előírás szerint egy még sokkal alacsonyabb limitet kell alkalmazni, tehát itt már a PPM szint, ugye a parts per million, tehát ott már a 1000%, 10000% nagyságrendben kell ezeket kimutatni, illetve limitálni. A már említett platina palládium esetén is ugye ez a 1 millió molekulából 10, 1 millió hatóanyag, gyógyszerhatóanyag molekulára mindössze 10 platina atom juthat, tehát ez is egy nagyon alacsony szint. És hát vannak egészen odáig, hogy oldószermaradék vizsgálaton, szemcseméret vizsgálaton túlmenően mikrobiológiailag is hát mikroorganizmusoktól mentesnek kell lennie a gyógyszerhatóanyagnak. Szennyezők. Hogy kerülnek szennyezők egy gyógyszerhatóanyagba? Egy példa aripiprazol. Itt a utolsó két szintézis lépést tüntettem fel. Dibrombutánnal kapcsoljuk ezt a hidroxikinolon. Keletkezik belőle ez a brombutil származék, és a brombutil származékot reagáltatjuk, aztán ezzel a piperazinnal összekapcsoljuk, keletkezik az aripiprazol, amely egyébként egy antipszichotikum, skizofrénia ellenes gyógyszer. És hát több szennyezője van, mint az itt feltüntetett három, de ezt a hármat ragadtam ki. Miért? Ez a molekula, ez úgy keletkezik, hogy ebben a kémiai lépésben keletkezik ez a termék, de ez a termék mondjuk gondol egyet, és reagál a kiindulási anyaggal, akkor kialakul belőle ez a kapcsolt származék. Hasonlóan ebben a kémiai lépésben, amikor ez a aripiprazol gyógyszerhatóanyag előáll, mi boldogok lennénk, hogyha más lépés, reakció lépés nem játszódna, de ez reagál történetesen egy ilyen
ebből meg ebből a molekulából származó oldallánccal, és kialakul egy ilyen nem kívánt melléktermék, tehát ezek ilyen szintézis eredetű melléktermékek, ez pedig egy bomlás termék, magának az aripiprazolnak keletkezik az N-oxidja a levegő oxigénje hatására. Tárolás során folyamatosan keletkezik, szerencsére nem jelentős mértékben, tehát több éves tárolás során is csak néhány század százalék mennyiségben, tehát tudunk róla, de nem okoz gondot. Az analitikai fejlesztés tehát a preparatív kutatástól kezdve a kilolaboron, félüzemen, üzemesítésen keresztül végig kíséri a teljes folyamatot. És különösebben anélkül, hogy részletekbe belemennék, az itt feltüntetett analitikai technikák, amelyek mind az angol nevekből származó rövidítésekkel jellemezhetők, ezeknek az összessége szükséges ahhoz, hogy kontrolláljuk ennek az anyagnak a minőségét. Hát jellemzően ez mind egy-egy tehát általában egy-egy szakember egy-egy technikának az ismerője, tehát minden egyes itt feltüntetett technika különböző tudást igényel, különböző szakosodást a analitikus szakemberek részéről. Gyógyszerkészítményfejlesztés, tehát a hatóanyagunk elkészült, mondjuk félüzemű üzemi szinten, hogyan lesz belőle egy gyógyszerkészítmény, hogyan végezzük el a bioekvivalencia vizsgálatot, és hogyan születik meg a törzskönyv. Ezek ugye nem részletesen nem témái a mai előadásnak, nem is szakterületem ezek közül egyik sem, de mégis, hogy a teljes kép kialakuljon. Néhány diát mutatnék erről is. A gyógyszerkészítményfejlesztés, tehát a tablettának, a kapszulának, drazsénak, kúpnak, bármilyen készítményről is beszéljünk, a fejlesztése úgy kezdődik, hogy az originális készítményt megvásárolja a generikus cég, mondjuk az Aegis a piacon, és megpróbálja az originális készítmény alapján annak a tulajdonságait feltárni. Milyen technológiával készülhetett, milyen sebességgel oldódik ki belőle a hatóanyag. Aztán a hatóanyag és az egyes segédanyagok, itt ugye az összetapadást elősegítő, szétesést elősegítő segédanyagok és számos más típusú segédanyag létezik, ami egy tablettában van maga a gyógyszerhatóanyag mellett. Ezeknek az összeférhetőségét kell megvizsgálni, mert nem minden típusú segédanyagot lehet mindenféle gyógyszerhatóanyaggal párosítani, tehát van, amikor kémiailag nem kompatibilisek egymással. Hogyha segédanyagrendszert nagyjából a gyógyszertechnológus kigondolta, akkor laboratóriumban formulációs kísérleteket végez, az előállított mondjuk tablettákat, most az egyszerűség kedvére akkor tabletta gyógyszerformáról beszélek, stabilitás vizsgálatra teszi, méghozzá ugyanúgy, ahogy a hatóanyagok esetében, itt is, hogyha gyors eredményt akarunk, akkor nem 60%-os páratartalom és 25 fok mellett vizsgáljuk a készítményt, hanem forszírozott stabilitás vizsgálat, tehát mondjuk 40 fokon és 75% páratartalom mellett, hogy ami bomlani akar, vagy ami rossz akar lenni, az minél gyorsabban mutatkozzon meg. Tehát, hogy ezeket a tendenciákat ne két év alatt, hanem mondjuk egy hónap, két hónap, három hónap alatt feltárjuk. Hogyha úgy tűnik valamelyik formula ról, hogy a stabilitás vizsgálatok alapján jó, akkor azt labor méretben, tehát 1-2 kg hatóanyag megmozgatásával tablettával alakítják a gyógyszertechnológusok. Ezeket a méretnövelt sarzsokat ismét lerakják stabilitás vizsgálatra, és hogyha ez is jónak bizonyul, akkor középüzemben vagy nagyüzemben méret növelik. Na most nem csak a stabilitásról van természetesen szó, az csak egy minimál követelmény, hogy ne bomoljon el a hatóanyag a gyógyszerkészítményben, hanem az a fontos, vagy az is fontos, hogy a kioldódása olyan legyen, amilyet mi szeretnénk. Ugye mi most a generikus cégként az originális cégnek, az originális terméknek a kioldódását akarjuk másolni, vagy elérni. Ugye itt a fekete vonal a referens, az originális készítmény, és hát látszik, hogy ez mondjuk két különböző módon készült sarzs, a zöld meg a narancsárga. A narancsárga az arról üvölt, hogy nem fut együtt a feketével, tehát a narancsárgát teljesen fölösleges humán, hát felelőtlenség is lenne, meg pénzkidobás is lenne humán vizsgálatokra elvinni. A zöld görbével jellemzett sarzs viszont olyan szépen együtt fut a feketével, hogy ezt a siker magas reményével el lehet vinni humán bioekvivalencia vizsgálatra, abban bízol, hogy ekvivalensnek bizonyul az originális készítménye. És mondjuk a szemcseméret, amelyről már ejtettem szót, itt három különböző szemcseméretű hatóanyag, ez egy 5,4 mikronos halmaz, ez egy 29 mikronos, ez meg egy 199 mikronos átlagos szemcseméretű sarzs.
látszik, hogy ugyanabból a hatanyagból különböző szemcseméretű sarzsokat lehet előállítani. Hogy mennyire nem mindegy ez, azt egy konkrét egész készítménynek két különböző szemcseméretű sarzsának az összehasonlítása mutatja. Ez a, ugye itt a viszintes tengelyen az idő van, ezt elfelejtettem mondani, a függőleges tengelyen pedig a százalékban a kioldódott hatóanyag mennyiség. Hát tudjuk, hogy 100 mg-ot raktunk bele, akkor itt tudjuk mérni, hogy a 100 mg-nak hány százaléka oldódott ki egységnyi idő alatt. Ez egy 64 mikronos, most ezekben a jelölésekben nem megyek bele részletesen, de a lényeg az, hogy ez egy 64 mikronos, tehát egy kisebb szemcseméretű, ez egy 83 mikronos, egy nagyobb szemcseméretű sarzs, és hát ahogy azt az ember várja is, a kisebb szemcseméretű sarzs gyorsabban oldódik ki, tehát míg a zöld kisebb szemcseméretűből 60 perc után már a 57%-a kioldódott, a kékből, aminek nagyobb a szemcsemérete, ugyanannyi idő alatt még csak az 50 vagy 47%-a, tehát ez a szemcseméret hatása a kioldódásra. És akkor ugye ugorjunk a bioekvivalencia vizsgálatra. A bioekvivalencia vizsgálata az, hogy két alapértelmezésben két gyógyszert összehasonlítson, az originátornak a készítményét, a mondjuk mi esetünkben az égésznek egy kiválasztott, vagy hát egy jól kiválasztott formulájával, amiről azt gondoljuk, hogy bioekvivalens lesz az originátoréval. Ez egy összehasonlító vizsgálat, egészséges önkénteseken végzik, akik mindezért pénzt kapnak természetesen, jellemzően 10-20, ritkább esetben 100 önkéntes bevonásával zajlik a vizsgálat, vakadagolással, ami azt jelenti, hogy sem az orvos, sem a beteg nem tudja, hogy ő az originátor készítményéből kapott, vagy a generikus készítményből kapott, hogy ez az információ ne befolyásolhassa az eredményt. Értelemszerűen csak erre jogosítvánnyal rendelkező vizsgálóhelyeken végezhető nagyon szigorú feltételek mellett a vizsgálat. És ez a bioekvivalencia vizsgálat az összekötő kapocs tulajdonképpen az originális készítmény, illetve a generikus készítmény között olyan értelemben, hogy ugye az originátor végigcsinálta a teljes, amit említettem, 8-10 éves fejlesztést, fázis 1-2-3, több ezer beteg bevonásával, hogy bebizonyítsa, hogy az a gyógyszer az jó, nem toxikus, biztonságos. A generikus cég pedig ezzel a lényegesen kisebb betegszámú és hát azért lényegesen egyszerűbb vizsgálattal az bizonyítja be, hogy az övé azonos az originátoréval, következésképpen nem kell végrehajtani a több 100 milliárd forintos fejlesztést, hanem ezzel a vizsgálattal, ezzel a bioekvivalencia vizsgálattal tulajdonképpen az originátornak a vizsgálatait a saját termékére is eredményesnek vagy vonatkozónak tekinthetjük. A bioekvivalencia vizsgálatnak a képi megjelenése tulajdonképpen egy vérszint görbe. Itt a beadagolástól eltelt idő látható, itt pedig a vérplazmában megjelenő koncentráció, tehát minden egyes gyógyszer úgy viselkedik, hogy bizonyos idő után eljut a vérszintje a maximumig, aztán utána szépen lecseng. Itt a Cmax, a maximális koncentráció, illetve az ehhez tartozó Tmax az az idő, ahol a maximális koncentráció megjelenik, illetőleg a görbe alatti terület, ezek a paraméterek értékelhetők is statisztikailag. És itt látszik, hogy a különböző kioldódási görbélyű, tehát ez egy laborvizsgálat, különböző kioldódási görbélyű sarzsok, különböző vérszintet mutatnak, tehát ez egy lombik, ez meg ugye az emberi test a vérben mért koncentráció, és ezt statisztikailag kell kiértékelni ezeket a paramétereket, és hogyha ez a Cmax paraméter, illetve a görbe alatti terület 90%-os konfidencia intervallumon, tehát megbízhatósági tartományon belül, ez egy statisztikai fogalom, a 80 és a 125%-a közé esik az originátor készítménynek, a generikus, akkor azt mondhatjuk, hogy a két termék egymással egyenértékű. Ez egy égiszes karvedilol vérnyomáscsökkentő szernek a bioekvivalencia vizsgálatának a statisztikai feldolgozása. Itt a sárga görbék vagy csíkokra és azok közül is csak a felső kettőre koncentráljunk. Látjuk, hogy 80% és a 125% közé esnek nagy biztonsággal, tehát még csak nem is közelítik meg a határokat. Ez alapján kijelenthető, hogy az égisz karvedilol tablettája bioekvivalens, ezért terápiásan egyenértékű az originátor cégnek, a Roche-nak a karvedilol tablettájával. Tehát, és itt azért van némi kavarodás még akár a háziorvosok fejében is, az égisz karvedilol innentől kezdve pont ugyanazt tudja, mint a Roche-nak a karvedilolja, tehát semmilyen különbség nincsen a kettő között.
Voltaképp a győzön a Jobbik az itt olyan formában jelenik meg, hogy a jó érzésű házi orvos azt írja fel a betege számára, melyik olcsóbb a kettő közül. Tehát innentől kezdve ez már egy piaci versennyé változik, teljesen egyenértékű gyógyszerek közötti piaci versennyé. Ha a bioekvivalencia vizsgálat sikeres, akkor egy törzskönyvet állítunk össze, amely törzskönyv 5-10 ezer oldal terjedelmű, egy generikus készítmény esetén, originális készítmény esetén egyébként 100 ezer oldal nagyságrendű. Hát szerencsére a hatóságok többsége ezt elfogadja elektronikus formában, de vannak még azért, hogy mondjam, konzervatívabb hatóságok, mint amilyen az orosz hatóság, illetve a fák országok hatóságai, akik ezt ténylegesen nyomtatott formában akarják megkapni, tehát 5-10 ezer oldalnyi anyagot kell, hát egyrészt ugye hibátlanul összeállítani, másrészt meg hát erősen terhelve ezzel az Amazonas menti esőerdőkből származó fákból készült, vagy fákat, illetve elhasznált papír révén, de hát minden esetre tetszik, nem tetszik, nyomtatott formában kell benyújtani, és ha ezt a gyógyszerhatóság elfogadja, ami ugye végül is a célunk, szoktak lenni természetesen visszakérdezések, amelyet jó esetben a gyógyszergyártó cég sikeresen megválaszol, és az elfogadott gyógyszertörzskönyv eredménye a forgalomhozatali engedély, tehát ez az a pont, ahol hát virtuálisan legalábbis, mert munkahelyen nem iszunk, de pezsgőt lehet bontani, és innentől kezdve már csak egy dolog maradt hátra, el kell adni a gyógyszert úgy, hogy a fejlesztési költségeket visszahozza, és nyereséget is tudjunk realizálni rajta. Tehát a kereskedelem, marketing a következő lépcső, de arra itt végképp nem térek ki. Két fejlesztési esettanulmány az Aegisből, a sókerülés, polimorfia kerülés lényegének, vagy hát gyakorlati megvalósulásának szemléltetésére. Az egyik az olanzapin nevű antipszichotikum, amelynél a Form 1 formát védő alapszabadalom 2011 áprilisában járt le, de az originátor cég, a Lilly, a Form 2 bázist tette a készítményébe végül, és erre egy későbbi szabadalom vonatkozott, amely 2016 márciusig volt érvényes. És ezt lehetett volna akár más polimorf módosulatú olanzapin bázissal is kerülni, ebben az esetben az Aegis egy saját só formát, a hidroklorid, dihidrokloridnak a trihidrátját fejlesztette ki, és ezáltal nem kellett 2016 márciusáig várni, a 2011 áprilisában forgalomba léphetett. Az ok egyébként, ami miatt le van satírozva, vagy satírozva van a készítmény név, az úgynevezett brand név, az a reklámtörvény, amely reklámtörvény azt mondja ki, hogy nem szakmai közönségnek, tehát nem gyógyszerészekből és orvosokból álló közönségnek ilyen előadásokon nem szabad készítményneveket mutatni, mert az meg nem engedett reklámozásnak minősülne. A másik számunkra sokkal jelentősebb és közelmúltbeli projekt a rozuvastatin. Ez egy koleszterinszint csökkentő készítmény, méghozzá egy nagyon-nagyon jó és nagyon-nagyon sikeres koleszterinszint csökkentő készítmény. És azért izgalmas, mert ezzel a projekttel nem a már ismertetett másodlagos szabadalmakat, hanem az alapszabadalmat sikerült kerülnünk. Mégpedig olyan formán, hogy az alapszabadalom, amire ugyan azt mondtam, hogy az oltalmit köre az tág, és általában nem lehet megkerülni, egyes esetekben mégis előfordul, hogy meg lehet kerülni, általában akkor, hogyha az originátor cég rosszul végzi, rosszul fogalmazza meg az alapszabadalmat. Ez egy nagyon-nagyon ritka lehetőség, és nagyon nehéz észrevenni ezt a mondjuk szabadalmi rést. A rozuvastatin cink esetében az alapszabadalom 2017 decemberében, tehát jövő decemberben jár le, és az alapszabadalomban azt a hibát követte az originátor, hogy leszűkítette a szabadalmi oltalmat a rozuvastatinra magára, a savra, amely egyébként nem kristályos, tehát nem igazán alkalmas fejlesztésre, alkaliföldfém és ammónium sóira. Most látszólag ez egy elég széles kört levéd, azonban mi ezt a szabadalmi rést felfedezve a rozuvastatinnak a cinksóját állítottuk elő, ami most egy kis kitérő, egy periódusos rendszer
mutatnék. Ugye itt vannak az alkali fémek, amely legalábbis közülük azok, amelyek gyógyszer szempontból, technológiai szempontból, gyógyszer szempontból toxikológiailag elfogadhatók, itt pedig az alkali földfémek. Hát látható a cink, ez egy kicsit elcsúszott a négyzet, a cink az ugye nem tartozik sem egyik, sem másik kategóriába, és biztosan nem ammóniumsó, ezt is kijelenthetjük. Na most azt, hogy ezt mi, ezt a szabadamérést felfedeztük, kifejlesztettük a cinksót mind hatóanyagként, mind készítményként, és beadtuk a törzskönyvet az amerikai gyógyszerhatósághoz. Egy szabadalmi perbe kerültünk az originátor céggel, ők ugye azt mondták, hogy a cinksó, hát ez tulajdonképpen ekvivalens az alkáli fémekkel, alkáli földfémekkel, ez nem szabadalomkerülés. Mi azt mondtuk, hogy a cinksó az nem ekvivalens az alkáli fémekkel, alkáli földfémekkel, tehát hogy ez egy szabadalomkerülő forma. Most összességében a szabadalmi per végül egy megegyezéssel végződött, ami mind az originátor cég, mind az Aegis, illetőleg az Aegisnek az amerikai partner cége számára elfogadható volt, tehát ilyen értelemben nem dőlt el sem egyik, sem másik irányba, a peres felek megegyeztek. De az, hogy ezen mi tulajdonképpen, tehát ha a megegyezésnek az volt az ára az originátor cég részéről, hogy egy hatalmas summát, Aegis szinten is hatalmas summát, 33 milliárd forint egy összegű bevételt nyertünk, kasszíroztunk, ez tulajdonképpen egy-két hónappal ezelőtt történt a pernek az eredményeként, ami még egyébként az Aegisnek a szintjén is egy hatalmas összeg, mert ugye nekünk az éves árbevételünk ilyen 160-170 milliárd forint környékén mozog, ebből a nyereség az olyan 15-20 milliárd forint, tehát hogy ezzel az egy projekttel, meg ezzel az egy szabadalmi felismeréssel tulajdonképpen egy két éves adózás utáni nyerességünket sikerült pluszba betenni az Aegisnek a kasszájába. Tehát, mint mondtam, az originális gyógyszer fejlesztés magasabb innovációs szintet képvisel, mint a generikus, ezt senki nem vitatja. Viszont azt szerettem volna az előadásomban bemutatni, hogy a generikus gyógyszerfejlesztés és innovatív tevékenység, mégpedig ugye miért? Azért, mert az originális gyógyszerből ugyan ismerjük a hatóanyagnak a szerkezeti képletét, tudjuk, hogy mi a sóformája, tudjuk, hogy mennyi mi a dózisa, tehát hogy mennyi hatóanyag van a készítményben. Tudjuk, hogy milyen segédanyagok vannak benne, azt nem, hogy mennyi, de a betegtájékoztatón szerepel ugye a felhasznált segédanyagoknak a listája. És azt is tudjuk, hogy mi az adagolási rendje, tehát hogy naponta egyszer, naponta kétszer, akár hetente vagy havonta egyszer kell beszedni. Viszont egy csomó dolog van, amelyeket nem tudunk. Nem tudjuk a hatóanyagnak a polimorfiáját, nem tudjuk, hogy milyen úton gyártja az originátor a saját hatóanyagát, nem tudjuk, hogy milyen technológiával, nem tudjuk, hogy milyen előállítási költséggel. Nem ismert a készítménynek a kvantitatív összetétele, tehát hogy egy segédanyagokból mennyi van a készítményben a hatóanyag mellett. Nem ismertek a fizikai-kémiai jellemzői a készítménynek. Nem tudjuk a fejlesztés kezdetén, hogy milyen ütemben adja le az a készítmény, az originátor készítménye hatóanyagot, és hát a készítmény szinten sem tudjuk a gyártás technológiát, illetve az előállítási költségeket. Tehát mindezeket az ismeretlen paramétereket a generikus gyógyszerfejlesztés során fel kell térképezni, és ezeknek megfelelően kell a saját készítményt kifejleszteni. És a lényeg, hogy a generikus gyógyszerek, ezt nem győzöm hangsúlyozni, azonos hatósági követelményeknek felelnek meg, tehát egyenértékűek az originális termékekkel, és ezért gondolom, hogy a generikus gyógyszerfejlesztés is innovatív tevékenység, rettentő sok kreativitást igényel, kémiai, gyógyszertechnológiai, iparjogi szempontból, egyébként marketing szempontból is, hogy tudjuk eladni a saját készítményünket, hogy tudjuk pozícionálni a piacon, hogy tudjuk elérni, hogy a több fogyjon belőle, mint a konkurens készítményekből. Zárásképpen néhány érdekes számot és egy-két képet szeretnék felvillantani. Gyógyszergyárak árbevétele 2014-ben, ez a világ 10 legnagyobb gyógyszergyára, legelső közülük a Johnson & Johnson. Az éves árbevételük 2014-ben 74 milliárd dollár volt, és segítek átszámolni, ez 22.200 milliárd forint, vagyis 22 billió forint. Tehát ennyi pénzzel ez az éves árbevétel a Johnson & Johnsonnak. Egyébként megnéztem, ebből 15 milliárd dollár,
tehát lényegében az ötöde az szintiszta adózás utáni nyereség volt. És ez a ábra pedig szintén kisatírozó, hogy a készítménynevek a világ legdrágább gyógyszereit mutatja. Nagyon-nagyon ritka betegségek kezelésére, amelyekről kis szerencsével hétköznapi halandó nem is hal. Ez a nokturnális hemoglobinúria, az éjszakai hemoglobin űrítést jelent, ugye a vizeletben megjelenő hemoglobint. Egy páciens egy évi kezelése 409 000 dollár, vagyis 122 millió forint, amit nyilván nem a páciensnek kell kifizetni, de valakinek ki kell fizetnie, az jelen esetben ugye a gyógyszerkassza, tehát az adott országnak a kormánya, illetve az egészségbiztosítási pénztára fizeti ki ezt az összeget az originátor cégek számára. Azért, és most nem azért, mert a gyógyszergyárak gusztustalan módon nyerészkedni akarnak, hanem azért, mert a nagyon ritka betegségekben értelemszerűen nagyon kevesen szenvednek, és akkor egy ilyen esetben nagyon kevés betegen kell, nek a kezelésén kell a teljes fejlesztési költséget ugye visszanyerni. Ez nem olyan, mint a vérnyomás csökkentő vagy a koleszterin szint csökkentő készítmény, ahol sajnos mondjuk az emberiségnek, a humán populációnak a jelentős része, legalábbis hát nem elanyagolható része szenved az adott betegségekbe. Ezek nagyon ritka betegségek, ezért nagyon drágák a készítmények. Másik két példa ez a Hunter-szindróma, meg a Marotu-Lamy-szindróma. Ezek enzim defektusok, amelyek nagyon alacsony testmérethez vezetnek, illetve gyenge csontokhoz, ferdült gerinchez és korai gyerekhalálozáshoz. Ezeknél is látható 100 millió forint fölött van egy beteg egy éves kezelése. És akkor tényleg végezetül két kép az Aegisből. Ez a félüzemünk, amelyről beszéltem, tehát a kísérleti üzemünk ebben az épületben helyezkedik el, illetőleg egy olyan terület, amelyről nem beszéltem, de nagyon érdekes terület, vannak úgynevezett nagy potenciálú, highly potent HP-hatóanyagok. Ezek olyan hatóanyagok, amelyek nagyon kis dózisban is jelentős biológiai hatást fejtenek ki, jellemzően a onkológiai molekulák, tehát rákellenes szerek. Ezek lévén, hogy kis dózisban is veszélyesek lehetnek az egészséges dolgozókra is, ezért ilyen izolátorokban, úgynevezett izolátorokban dolgozunk velük. Ezek teljesen zárt készülékek, amelyekbe ilyen nagyon nagy gumikesztyűkön benyúlva lehet velük ugye manipulálni, ami azt jelenti, hogy egy látszólag egyszerű mozdulat is, hogy egyik lombikból átöntöm az oldatot a másik lombikba, sokkal bonyolultabbá és időigényesebbé válik, mert ezeken a kesztyűkön keresztül kell megfogni a lombikot, benyúlva ugye az izolátorba. Tehát nagy a több idő megy el, költségesebb, lassabbak a folyamatok, de hát ezek a fejlesztések még ennyit is megérnek, mert annyira fontosak az Aegis számára. És hát ezzel a képpel szeretném megköszönni a figyelmet, illetőleg egy éjszakai látképpel az Aegis gyógyszergyárról. Köszönöm szépen!